Üdvözlöm Önöket, a heti tévé híradóját látják. Itthonról. Tárgyalta a házbizottság arról, milyen büntetést szabjanak ki végül azokra az ellenzéki képviselőkre, akik december 12-én obstrukcióval próbálták megakadályozni, hogy a kétharmados kormánytöbbség megszavazza a rabszolgatörvény néven elhíresült törvénymódosítást. Az ülés után a DK-s Vadai Ágnes jelezte, nem sikerült az ügyben döntést hozni, ezért erről a kérdésről az országgyűlés fog dönteni. Az ugyanakkor minden érintett ellenzéki párt hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják, hogy a képviselőket büntetik meg azért, mert egy a magyar embereknek kárt okozó törvény elfogadását próbálták megakadályozni. Az LMP-s Smuk Erzsébet erről azt mondta, nem mi sértettük meg a ház méltóságát, hanem azok, akik elfogadták ezt a törvényt, sértették meg a magyar emberek méltóságát. A büntetés kapcsán jelezték, ha az országgyűlés mégis úgy dönt, megbüntetik az akcióban résztvevő képviselőket, nemzetközi porondra viszik az ügyet. A politikusok abban is egyetértettek, hogy az obstrukció miatti büntetéssel a kormánypártok arra játszanak, hogy megfélemlítsék őket, illetve ellehetetlenítsék munkájukat. Az utóbbi 10 év fővárosi munkájának gyümölcse, hogy Budapest nyerte el az Európa legjobb úti célja 2019 díjat, és ezt a cím elnyeréséről tájékoztató brüsszeli értesítő is tartalmazza, mondta a főpolgármester. Tarlós István közölte, nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez kizárólag a fővárosi önkormányzat eredménye. Az elismerésért sokan megdolgoztak, de az is bizonyos, hogy ez nem intakt a fővárosi önkormányzat tevékenységétől, tette hozzá. A főpolgármester megjegyezte azt is, hogy az internetes szavazáson a Budapestre leadott voksok száma 62.128, nagyjából a duplája annak, mint amennyien a baloldali pártok fővárosi előválasztásán részt vettek. Tarlós István külön örömnek nevezte, hogy az elismerés és az arról szóló értesítés Brüsszelből érkezett, amin nehéz lesz leszólni az ellenzéknek. Vasárnap kezdődik a házasság hete. Országszerte és a határon túl 100 településen több mint 200 programmal irányítják a figyelmet a házasság, a család fontosságára, közölték a szervezők. Herjecki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora elmondta, a Magyarországon 12. alkalommal szervezett rendezvénysorozathoz bárki csatlakozhat újabb programmal a www.házassághete.hu oldalon. Kiemelte, az ember alapvető igénye, hogy szeressék és hogy elköteleződjön valaki mellett. A gyorsan változó világban haladnunk kell a korral, ugyanakkor az örök értékekhez ragaszkodnunk kell. Éppen ezért idén először házasság start címmel online tréninget is tartanak a házasság hetében a házasságra készülőknek és a már házasságban élőknek a hagyományos programok mellett, mondta. Székely János szombathelyi katolikus megyéspüspök arról beszélt, a házasságkötés szertartásán is elhangzó jézusi mondat, amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza, sokkal inkább örömhír, mint tilalom. Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke a Heti TV Pirkada című műsorában a magyar agráriumról beszélt, de szóba került a legfontosabbak egyike, a vízgazdálkodás is. A politikus elmondta, számára a magyar mezőgazdaság az életet jelenti. Ennek kapcsán azt jegyezte meg, a magyar agrárium a nemzetközi versenyt a minőség tekintetében már rég megnyerte, de az is igaz, hogy a mennyiségben és a hatékonyság tekintetében van tennivaló. Hozzátette, amennyiben az agrárágazatot kell jellemezni, akkor az elmúlt 8 évben az export közel a kétszeresére 9 milliárd euróra nőtt. Nem elsősorban a termékvolumen nőtt, hanem a hozzáadott érték, a magasabb minőség, a magasabb feldolgozottsági fok és az igényesebb piacon történő értékesítés. Abban is jól áll a magyar agrárium, hogy a forrásait egyre jobban képes kihasználni, azaz úgy képes egyre nagyobb mennyiséget előállítani egy hektáron, hogy közben sikerül fenntartani a GMO-mentességet. Műtrágyát csak célzottan használnak, közben pedig új technológiákat alkalmaznak. Működik a precíziós gazdálkodás, a digitális technika az ágazat részévé vált. Jelen pillanatban a vízgazdálkodás a legnagyobb gond, de a kormány már idejében lépett, készül egy korszerű vízhasznosítási program a felszín alatti vizek megtartásával, a felszín felettiek elsődleges használatával. Tározórendszerek épülnek ki, ezzel is küzdve a klímaváltozással szemben. A képviselő korábban kísérletet tett a hazai gyümölcstermelők és a felhasználó cégek közötti viták rendezésére. A mostani helyzet kapcsán azt jegyezte meg, elindult egy párbeszéd a V4-es országok agrárkamarái között. Még most is az a baj, hogy nincsen termelői kézben feldolgozó üzem, így kénytelenek elfogadni a hazai gyümölcstermelők a kínált árat. A tavalyi viták nyomán rájöttek a termelők, szükség van egy feldolgozó üzemre, ennek az előkészítése jelenleg is zajlik. Ezzel új szereplőként léphetnek fel a feldolgozói piacon is.
külföld. Franciaország hazahivatja a római nagykövetét egyeztetésekre az olasz vezetők sorozatos rágalmazó kijelentései megalapozatlan és példátlan támadásai után, jelentette be a francia külügyminisztérium. A legutóbbi beavatkozások újabb és elfogadhatatlan provokációt jelentenek, olvasható a külügyi közleményben. Párizs és Róma között nagyon feszült a diplomáciai viszony azóta, hogy Olaszországban 2018. júniusában kormánykoalícióra lépett a Matteo Salvini vezette bevándorlás ellenes Liga és az elit ellenes Ötcsillag mozgalom. Az utolsó cseppet a pohárban az jelentette, hogy Luigi Di Maio olasz miniszterelnök helyettes, az Ötcsillag mozgalom vezetője bejelentette, hogy Franciaországban találkozott a kormányadó és gazdaságpolitikája ellen több mint két hónapja tüntető úgynevezett sárga mellényes mozgalom vezetőivel. A Kreml nem munkálkodik azon, hogy előkészítse Nicolás Maduro venezuelai elnök kimenekítését saját hazájából, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában. Peszkov így kommentálta azt a több más ország részéről felmerült javaslatot, hogy szavatolni kellene Maduro büntethetetlenségét, és evakuálni kellene őt Venezuelából. Leszögezte, hogy a Kreml álláspontja változatlan az általa törvényesnek tekintett elnök támogatásával kapcsolatban. Közölte, hogy Moszkva és Washington között nem folyik párbeszéd a venezuelai válság rendezéséről, viszont Oroszország erről más országokkal, például Uruguayjal folytat eszmecserét. Mint mondta, az orosz vezetés arról próbálja meggyőzni külföldi partnereit, hogy őrizzék meg semlegességüket, mert elfogadhatatlan a külföldi beavatkozás az ottani válságban. A kijevi parlament megszavazta azt az alkotmánymódosítási előterjesztést, amellyel bekerül Ukrajna alaptörvényébe, hogy az az ország az Európai Uniós és a NATO tagság elnyerésére törekszik. Az indítványt 334 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Mivel alkotmánymódosításról volt szó, elfogadásához legalább 300 szavazatra volt szükség. A Petro Poroshenko elnök által benyújtott előterjesztést még tavaly szeptemberben a parlament előzetes normakontrollra elküldte az Alkotmánybíróságnak. A taláros testület 2018. november 22-én hozott döntésével nem emelt kifogást a módosítással szemben. Még aznap a parlament előzetesen jóváhagyta a törvényjavaslatot, emlékeztetett az Unión ukrán hírügynökség. Műhold felvételek alapján gyanítható, hogy Irán ballisztikus rakétát bocsájtott fel, amely atomfegyver továbbítására is alkalmas, állítja egy amerikai megfigyelőközpont. A kolorádói székhelyű Digital Globe felvételein olyan rakéta látható, amely Iránban a Khomeini imám űrközpontból emelkedett kedden a magasba, és amelynek indító állásán égésnyomok utalnak a felbocsájtásra. Iráni részről egyelőre hallgatnak, de már korábban is előfordult, hogy csak később tudósított az ország sajtója hasonló eseményről. Az Egyesült Államok azt állítja, a rakétaindítás sérti az ENSZ biztonsági tanácsának azon határozatát, amely felszólítja Iránt, hogy ne foglalkozzon semmi olyasmivel, aminek köze lehet nukleáris fegyverek hordozására alkalmas ballisztikus rakétákhoz. Diplomaták szerint az ENSZ biztonsági tanácsa által javasolt nyilatkozat, amely sajnálatát fejezi ki Izrael azon döntése miatt, hogy megszünteti egy nemzetközi megfigyelőerő mandátumát Hebron városában, az Egyesült Államok közbelépésének köszönhetően elbukott. Kuvait és Indonézia nyilatkozattervezetet egy zárt ajtók mögötti tanácsülést követően terjesztette be. Az ülésen számos ország aggodalmát fejezte ki az izraeli lépés miatt. Benjamin Netanyahu miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy nem fogja megújítani az ideiglenes nemzetközi jelenlét Hebronban megbízatását, elfogultsággal vádolva a csoportot. Az AFP által megtekintett szövegben a biztonsági tanács kifejezte sajnálatát Izrael egyoldalú döntése miatt, valamint higgadt és visszafogott megközelítésre szólította Hebronban. A nyilatkozatjavaslat továbbá hangsúlyozta a TIP megbízatásának fontosságát és erőfeszítéseit, hogy egy rendkívül érzékeny területen és törékeny helyzetben elősegítse a nyugalmat, ami további romlással fenyeget, amint azt a fokozódó erőszakspirál is mutatja. A szöveg figyelmeztette Izraelt, hogy a nemzetközi jog értelmében köteles megvédeni a palesztin polgári lakosságot Hebronban, valamint Ciszjordánia többi részén. Diplomaták elmondása szerint az Izrael mellett határozottan kiálló Egyesült Államok gyorsan közbelépett a javaslat megakadályozása érdekében. Gazdasággal folytatjuk. Egy 50 négyzetméteres budapesti lakás a tavalyi átlagárakon 7,5 éves nettó fizetésből jött ki. Varsóban és Bukarestben szintén 7,5 év kellett hozzá. Ezzel szemben Prágában és Pozsonyban több mint 8 évre volt szükség.
A hivatalos uniós adatok szerint a régióban 2015-höz képest Magyarországon és Csehországban több mint 30%-os áremelkedés történt, de a többi országban is kétszámjegyű drágulás következett be. Mivel a budapesti lakásárak már felzárkóztak a régió fővárosaihoz, a jövőben jelentősen mérséklődhet az áremelkedés üteme. Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban évek óta emelkednek a fizetések, miközben a lakásárak is egyre magasabbak, de azért vannak eltérések, áll az ingatlan.com legfrissebb elemzésében. Az ingatlan hirdetési portál 2018-as hivatalos lakásár adatok és kereseti statisztikák alapján azt vizsgálta, hány évig kell dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért a régiós fővárosokban, azaz Budapesten, Bukarestben, Prágában, Pozsonyban és Varsóban. Végül az időjárásról. A mai napon kezdetben több felhő lehet az égen, majd délután nyugaton, délnyugaton válhat szakadozottabbá a felhőtakaró. Említésre méltó csapadék nem várható. A párás ködös reggelt követően többfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet a déli szél. Délután plusz 4, plusz 11 fokra van kilátás. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a braillerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!